Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit. Ez a Mandiner Stratéga című műsornak egy külön kiadása, méghozzá egy meglehetősen friss történés, egy megrázó történés, és talán mondhatjuk azt, hogy nem csupán egy ország szempontjából meghatározó történés, hanem Európa szempontjából, vagy akár egész világ szempontjából meghatározó történésről beszélgetünk, de ezt majd szakértő vendégeink fogják elmondani. Nyilvánvalóan a beszélgetésünk, vagy beszélgetésünk témája tegnap esti lövöldözés, amely Moszkvában történt egy bevásárlóközpontban. 133 áldozatról lehet ennyire tudni, és 145 sebesültről. Az áldozatok közül legalább 3 gyermekről a legfrissebb, az általam ismert legalábbis legfrissebb beszámolók szerint. A mai este során több szakértő vendéget fogunk megszólaltatni. Itt lesz velünk Bendarzsevszki Anton, Robert C. Kastel, Horváth József, Nógrádi György és Somkuti Bálint is, és akkor rögtön meg is szólítanám az első vendégünket, Bendarzsevszki Antont, aki itt is van már a vonalban, ráadásul annyira frissen és felkészültem, hogy autóban ül. Anton, szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy autóból is rendelkezésünkre állsz. Köszönöm szépen a felkérés, üdvözlök mindenkit. Az lenne a kérésem hozzád, így a műsorunk elején, hogy össze tudnád-e foglalni, hogy mi az, ami történt, mit tudunk most, mi az, amit az orosz hírekből lehet tudni, amire az orosz hírekből lehet következtetni? Ugye tegnap moszkvai idő szerint 8 óra előtt 5 perccel a Krokusz City Hall épületében, ez egy koncertterem, annak az épületébe fegyveresek jutottak be, 4 fegyveresről tudunk, akik már a folyosón végighaladva lövöldözni kezdtek, majd pedig berohantak a koncertterembe, ahol még nem kezdődött meg a koncert, és ott pedig ugyancsak lövöldözni kezdtek, és elsősorban az első és a második sorokban ülőket érték halálos lövések. Ez egy 6200 fő befogadására képes koncertterem, legalábbis ülőhelyeket tekintve, állóhelyekkel kicsit több. De maga a hely, Moszkva északnyugati részében található központ, egy nagy ilyen szórakoztató ipari központnak a része. Tehát ez a koncertterem nem önmagába véve van ott Moszkvának a észak-nyugati csücskében, hanem van expócenter, mozik, bevásárlóközpontok, plázák, 60 hektáron elterülő központ, egy azeri üzletemberhez tartozik egyébként, és annak az egyik létesítményébe, ugye ebbe a koncertterembe történt a lövöldözés. A fegyveresek fel is gyújtott a lövöldözés után vélhetően molotov koktélokkal, vagy valamilyen gyújtószerrel felgyújtották a termet, és nagyon hamar lángra kapott a terem, és egy óra leforgása alatt egy része be is omlott, majd pedig az egész szerkezet, tetőszerkezet beomlott. A mentés nehezítette több dolog. A vészkijáratoknak egy része zárva volt, így a bent tartózkodó csak nagyon nehezen tudtak kijutni. Volt, aki a pincében menekült, volt, aki a tetőtérben menekült. A tetőtérben, vagy a tetőrészben volt talán a legkevesebb esélye a menekülő embereknek a mentésre, mert ugye lángra kapott az egész tetőszerkezet, és azt mondják az orosz hatóságok, hogy a beomlott tető alatt is még fognak találni holttesteket. Ami itt a híreket és a mentési munkákat illeti, a hírek nagyon hamar jöttek, az orosz médiában legalábbis, nagyjából negyed órával az eset előtt már felkerültek a lövöldözésről szóló videók az orosz Telegram csatornákra. Az orosz rendőrség viszonylag hamar, 20-25 perc után ért ki, viszont a különleges alakulatok csak 40-45 perccel később értek a helyszínre, a Nemzeti Gárda is mintegy 50 perces késéssel ért a helyszínre, és feltehetően a fegyveresek akkor már nem voltak ott, elmenekültek, és utána indult a hajsza a fegyveresek után. Előbb ugye az épületet biztosították, majd pedig ugye a fegyvereseknek a megkeresésére indultak. És ez sikerrel is járt, ugye? Ez a így van, keresés. Tehát szombat reggelre mind a 4 feltételezett merénylőt, összesen 11 embert állítottak elő,
Most nem tudjuk, hogy mindannyiuknak valóban köze van-e a merénylethez. A négy ember az, aki valóban ott volt és lövöldözött, őket elfogták, életben vannak, és hát nagyon, hogy mondjam, nem túl szép videókat lehet látni egyébként az orosz csatornákon, hogy éppen milyen tanúvallomásokat tesznek ezek az emberek. Igen, a Mandira is Ugye foglalkozott ezekkel a hírekkel, hogy mennyire erős, csak erősítettűeknek a felkiáltással születtek meg ezek a hírek. Ami miatt ezt a mai live beszélgetésünket indítottuk, az egy új információ, vagy egy új hír, inkább így fogalmazok, ami felmerült délután, méghozzá Vlagyimir Putyin megszólalt. Talán egy, hát több mint 12 órával később szólalt meg, ha nem többel, és olyan utalásokat tett, amelyről arra lehet következtetni, hogy az orosz elnök szerint, meg az oroszok szerint a szálak Ukrajnába vezethetnek. A Politikon pedig azt lehet olvasni most az egyik, hanem az első számú vezető hírként, hogy Putyin Ukrajnához köti ezt a támadást bizonyítékok nélkül. Mit lehet tudni erről? Tehát, hogy mit lehet arról tudni, hogy kik követték el, van ennek az egésznek köze Ukrajnához, és hogy nyilván mi lehet ennek a következménye szerinted? A merényletnek az első hírei után szinte biztos voltam benne, hogy függetlenül attól, hogy egyébként ki áll mögöttem, mert nyilván semmit nem lehet kizárni teljes bizonysággal, de szinte biztos voltam benne, hogy megpróbálják Ukrajnához kötni. Valamelyest természetes a dolog, hiszen Oroszország háborúban áll Ukrajnával, persze a háborút Oroszország indította, de ez csak zárójeles. Tehát háborúban állnak Ukrajnával, ellenséget látnak Ukrajnában, ahogy ellenséget látnak egyébként az Egyesült Államok személyében is, a Nyugat személyében is, és minden, ami Oroszország területen negatív dolog történhet, az valamelyest természetes, hogy rögtön hogy az ellenségei jutnak eszükbe. És az orosz döntéshozóknak az első nyilatkozatai, például Dmitri Medvegyev vagy Margarita Simonyan részéről egyértelműen Ukrajnát gyanúsították a merénylete, miközben még semmilyen erre utaló hír bizonyíték nem volt. Ugye Ukrajna rögtön elhatárolódott az esettől, legalább háromszor most már beszéltek ukrán döntéshozók arról, hogy semmi nincs közük ehhez a merénylethez. Az iszlám államnak az egyik sejtcsoportja vállalta eddig magára. Nyilván ez is olyan szempontból megkérdőjelezhető, hogy ugye megjelentek a hírek, hogy az iszlám állam a Telegram csatornáján erősítette meg, hát, hogy az iszlám állam is hivatalos csatornája, sem Twitter csatornája, nem fogunk találni egy ilyen kis pipát a csatorna mellett, hiszen ezeket a csatornákat, ugye ahogy megjelennek és beazonosítják őket, megpróbálják betiltani. Ez a bizonyos csatorna, amelyre hivatkoztak, januárban lett létrehozva, és azóta az úgynevezett Vilayet Khorasan, ez egy iszlám államhoz kapcsolódó ilyen radikális sejt, Afganisztánban és Pakisztánban működő sejt, annak az üzeneteit terjesztették ezen a csatornán, és ezért kötik, vagy ezért mondják, hogy kvázi ez a jelenlegi hivatalos kommunikációs csatorna, tehát ők elismerték. A négy merénylő tadzsik állampolgár, mindegyikük, vagy legalábbis egy részüknek vélhetően van orosz állampolgársága is, tehát az idejük egy részét Oroszországban is töltötték, és ők elsősorban pénzért és radikális indítatásból követték el pont ezt a merényletet. Ezt akartam kérdezni, és utolsó kérdésem is ez lenne, hogy hova, tehát hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy az iszlám állam Oroszországba beszivárgott, és Oroszországban követel merényleteket? Alapvetően nagy, mert ha megnézzük azokat az időzítés a kérdés, hogy miért pont most, de az, hogy az iszlám állam követte Oroszországon merényletet, ennek egészen nagy volt a valószínűsége. Itt csak idéznék egy, mind a mellett, hogy az amerikai követség is extrémista merényletre figyelmeztetett, de most ezt hagyjuk figyelmen kívül. Mindemellett március elején az FSB, az Orosz Nemzetbiztonsági Szolgálat számolt be arról, hogy egy iszlám államhoz kapcsolódó terrorista sejtet számoltak fel, amely merényletre készült orosz nagyvárosokban. Ez néhány héttel ezelőtti hír, tehát erről maguk az oroszok számoltak be, ami azt mutatja, hogy egyébként az iszlám államnak van működése, tevékenysége Oroszországban. De hogy miért valószínű legalábbis az egyik legvalószínűbb verziónak mondanám,
a radikális iszlámistáknak a működését, az az, hogy az elmúlt 30 évben Oroszországban ugye civilek, konkrétan civilek ellen irányuló ilyen tömegmészárás, elretentés célból irányuló merényletek mind iszlámisták részéről történtek. Itt lehet emlékezni a különböző csecsen szeparatisták, radikálisok merényleteire. A 2000-es években Oroszországon mindennaposak voltak ezek a merényletek. Lakóházakat robbantottak fel, iskolákat ejtettek túszó, egy egész színházat ejtettek túszó. Ugye most lesz ebben az évben az szomorú évfordulója Oroszországban, amikor egy észak-oszétiai iskolát ejtettek túszó csecsen szeparatisták, 2004. szeptemberében történt. Több mint 300 ember halt meg, ebből 186 gyerek. Tehát a jelenlegi merénylet ehhez mérhető nagyságrendekben. Egyébként ugye 2010-ben és 2011-ben voltak utoljára Moszkvában ehhez hasonló merényletek, a moszkvai metróban és a domodedovói repülőtéren. 2017-ben pedig Szentpéterváron konkrétan az iszlám állam robbantott a szentpétervári metróban is. Csak még két gondolatot hadd mondjak el ezzel kapcsolatban, hogy az egyik az az, hogy az elmúlt években alapvetően a szakértők figyelmeztettek arra, hogy fennáll az iszlám állam működésének a veszélye Oroszországban, mert azok a radikális elemek, amelyek nem tűntek el az Oroszországból, és jelentett Oroszországban a becslések szerint 14-20 millió muszlim él, akiknek a státusza hát nem privilegizált, mondjuk úgy. Ugye egy részük küzd saját állami egységükért, ugye csecsenek, vagy az ingucsok például, vagy a dagesztániak, és ugye erre irányuló reményük eddig nem valósult meg. Minden esetre Oroszországon próbálták ezeket a radikális sejteket felszámolták egészen sikeresen, de az iszlám állam csúcspontján azok a radikális elemek, akik nem tudtak Oroszországban érvényesülni, mondjuk így, azok elmentek harcon az iszlám állam oldalán. És ott megkapták a megfelelő harci kiképzést, felszereléseket, és fennállt a veszélye annak, hogyha egyszer vége lesz az iszlám államnak, és erre figyelmeztetek a szakértők is, akkor előbb-utóbb ezek a sejtek, ezek az emberek vissza fognak térni. Anton, egy utolsó rövid kérdés és rövid válasz kérnék tőled. Mekkora a valószínűsége annak, hogy az ukránoknak bármi köze van ehhez? Ugye Ukrajna eddig két merényletet követett el Oroszország területén, ugye Daria Dugina ellen és egy orosz mioblogger ellen, Tatarszki ellen. Ezek nem célozták az úgymond civil lakosságot, hanem feltételezhetően konkrét célpontok ellen irányultak. Én nem gondolnám azt, hogy itt egy konkrétan orosz civil lakosság elleni tömeges merényletre készültek volna ukránok. Mindazonáltal azért ez fontos leszögezni, hogy Oroszország területén legalább 2 millió ukrán állampolgár él, és nyilván az Oroszország által, Orosz Föderáció által indított háború az országokkal szemben sokuknak, hogy mondjam, nem éppen váltotta ki a tetszését. Tehát egyébként a radikális eszmék, el tudom képzelni, hogy bizonyos ukrán állampolgárok körében is elterjedhettek, de tehát ez egy valószínű, tehát ez egy, hogy mondjam, egy életképes forgatókönyv, hogy akár ilyen háttérrel is történhetett, de ennek kevesebb valószínűséget adnék, mint az iszlám állam merényletének, hiszen ez az, ami az elmúlt 30 évben jellemző volt Oroszországra, és ilyen tevékenység jellemző volt az elmúlt időszakban is. Nem tűnt el az iszlám állam Oroszország területéről sem. Egy gyors megjegyzés, még megengedsz egy pár mondatban. Már a következő vendégünk Robert C. Kester itt vár, de akkor még. Csak annyit fűznék hozzá, ugye Vladimir Putyint említette, Vladimir Putyin beszédét, és valóban meggyógyosította Ukrajnát, hogy nem is a merénylettel, hanem azzal, hogy valamilyen kapcsolatuk lehetett hozzá, mert a menekülő fegyveresek Ukrajna területe felé vették az irányt. Most annyit fűznék hozzá, hogy ezt azért teljesen nem lehet kizárni,
ezt a forgatókönyvet, de ahol ugye geolokációban azonosítható az a helyszín, ahol ugye fegyveresek autóját hatástalanították, és a fegyvereseket elfogták, ez nagyjából 140 kilométerre van Ukrajnától valóban, de 19 kilométerre van légvonalban Belarusztól. Tehát a legkézenfekvő forgatókönyv az, hogy egy olyan ország felé vették az irányt, amelyel egyébként Oroszország és Belarusz között nincs határellenőrzés, és ahol könnyebben lehet úgymond felszívódni, eltűnni. Ukrajna felé ugye el van aknásítva a határ, katonai ellenőrzés van, tehát mondjuk úgy, hogy ez egy kevésbé járható útvonal lett volna azoknak, akik el akarnak menekülni az orosz nemzetbiztonsági szervek vigyázó szeme elől. Köszönöm szépen, és hát akkor követjük a híreket, és leghamarabb, vagy legkésőbb csütörtökön folytatjuk a Mandiner harctérben. Bendarzsevszky Antonnak köszönjük szépen, további szép estét kívánunk, és rögtön köszönöm, Robert Szikásztelt szólítanám meg, az másik állandó szakértő vendégünket, akitől arra a kérdésre szeretnék választ találni, vagy azt szeretném tőle megkérdezni, hogy egy ilyen típusú támadásra hogyan lehet felkészülni? Fel lehet-e készülni, el lehet-e hárítani egy ilyen támadást? Jó estét kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm a nézőinket, és azokat is, akik főzés vagy vezetés közben csak hallgatnak minket. És talán abban kezdeném, hogy érdemes elmondani, hogy nem egy olyan eseményről van szó, ami ritka lenne, mint a fehér holló. Tehát 1970 óta a terror eseményeket rögzítő adatbázisok körülbelül 50 ezer ilyen eseményt, ilyen fegyveres támadást tartanak számon a világon. Tehát a 9 fő modus operandi elkövetési mód közül ez az egyik, és több mint 50 ezer ilyen terrorcselekmény volt a világban. Ha leszűkítjük a keresést Oroszországra, illetve a Szovjetunióra, akkor látjuk, hogy ott is a 70-es évek vége óta 2500 ilyen terrorcselekmény volt, 2500 terrorcselekmény volt, ezekből több mint 600 ebben az elkövetési módban, tehát ilyen fegyveres támadás. Ez azt jelenti, hogy körülbelül a Szovjetunió összeomlása óta Oroszországban átlagosan évi 20 ilyen, kicsit kevesebb, mint 20 ilyen eset van. Tehát nem egy olyan dolog, amit az orosz biztonsági szervek nem ismernek és nem tudnak fölkészülni rá. És ahhoz, hogy fölkészüljünk és sikeresen megküzdjünk egy ilyen eseménnyel, ahhoz két dolgot kell megérteni. Az egyik és az első és a legfontosabb dolog, hogy mint a létesítménynek a tulajdonosa, vagy a vezetője, vagy a biztonsági igazgatója, csak magadra számíthatsz. Tehát még a terror elhárításban mindenki tiszteleg, mindenkinek leegész az őrkutyáig, már régen véget ért az egész terrorakció. Tehát csak magadra számíthatsz, és arra sincs lehetőség, hogy a támadás közben találj ki új dolgokat. Tehát amit előkészítesz, az lesz. Az lesz. Tehát ez az első dolog, amivel tisztában kell lenni. A második dolog az, hogy van itt egy egész sor cselekvési mód, amiben cselekedni lehet. És az első és legfontosabb dolog az az elrettentés. Tehát tisztában kell lenni avval, hogy a terrorizmus az olyan, mint egy lufi. Az egyik oldalát megnyomjuk, akkor a másik oldala kidagad, mondjuk úgy. És mit akarok ebben mondani? Hogy a terrorizmus a legkisebb ellenállás útját követi. Jön egy csoport ilyen terrorista, akarnak egy merényletet végrehajtani, látják, hogy az X létesítmény előtt fegyveres őrök vannak, van komoly ellenőrzés, vannak falak, akkor tesznek egy fordulnak egyet balra, és a következő létesítményt fogják megtámadni. Tehát ezt hívják elrettentésnek. Ne gyere hozzá, menj valaki máshoz. És ez a munkának egy igen-igen jelentős része. A második lépcső, amiben tudunk védekezni, az a hírszerzés. És nem kell itt nagy dolgokra gondolni. Elég az hozzá, hogy a létesítménynek a vezetője kapcsolatban legyen a helyi rendőrőrsel, vagy valamilyen belügyi szolgálattal, akik azt mondják neki, hogy te most figyeljetek oda jobban, erre kell odafigyelni, van egy fehér Renault, amelyik gyanús és mászkál itt a környéken, figyeljetek a fehér Renault-okra. Tehát ez minimális információk, de ezekben már bele lehet kapaszkodni, és ennek alapján be lehet állítani, vagy pontosítani lehet a biztonsági szervezését, mondjuk úgy, a helynek. A harmadik dolog az a megfigyelés, hogyha a hírszerzésre megpróbálunk előre nézni az időben, a megfigyelésre megpróbálunk előre nézni a térben. Itt térfigyelő kamerákról van szó,
élőerőről, amelyik biztosítja ezt a helyet, még akkor is a fegyvertelen élőerő, de két szemük azért van. És ha tudják, hogy vannak gyanús autók vagy gyanús személyek, akkor őket már messziről észre tudják venni, és meg tudják tenni a megfelelő lépéseket. Tehát ez lenne az első három dolog. Utána következik a szűrés, megnézni azokat, akik bejönnek vagy nem jönnek be. Ez, ami Amerikában annyira népszerűtlen dolog, a profilozás, de nagyon-nagyon fontos dolog, hogy azokat emeljük ki a tömegből, akik gyanúsak, és azokat vizsgáljuk meg. És akkor utána jönnek olyan módszerek, mint a késleltetés, az lehet egy kapu, vagy két kapun kell átmenni, vagy van egy ilyen forgókapu, amin át kell menni. Néha egyszerűen a növényzet, vagy az épületnek a kialakítása is olyan lehet, hogy késlelteti egy ilyen támadásnak a kialakulását, és utána jön a kinetikus válasz. Tehát ha van fegyveres őrünk, akkor ő tud fegyverrel válaszolni. És most azt el kell mondani ezzel kapcsolatban, hogyha oda jutottunk, hogy valakinek fegyvert kell rántania, akkor már mindenki kudarcot vallott. Tehát ez egyértelműen a kudarcnak a jele, ha oda jutottunk, ha nem sikerült ezt megakadályoznunk. És utána is rengeteg dolgot lehet tenni, tehát az, hogy a személyzet ennek a létesítménynek kapott elsősegély nyújtásra kiképzést, van minimális elsősegély nyújtó felszerelés a helyszínen. Én biztos vagyok benne, hogy ennek az eseménynek a kapcsán is, hogy az áldozatoknak egy jelentős részét meg lehetett volna menteni, hogyha lett volna a helyi személyzetnek kiképzése elsősegély nyújtásra, és lett volna kötszer, érszorítók, meg ilyesmi a helyszínen. És ami nagyon-nagyon fontos szintén, ezek a különböző cselek, stratagémák, mindenféle meglepetések, amiket készítünk, olyan dolgok, amikre nincs fölkészülve a másik fél, és még akkor is, hogyha ott dolgozott a létesítményben, nem feltétlenül ismer minden trükköt, amit előkészítettünk. Tehát ezek a dolgok, amikkel föl lehet készülni egy ilyen támadásra, és ha nem is lehet teljesen megakadályozni, de legalább csökkenteni lehet annak a hatását. Azt ki lehet jelenteni, hogy itt az orosz hatóságok hibáztak, vagy pedig azért egy ilyen terrorcselekmény túl van a hibázáson? Mert teljesen egyértelmű, hogy itt először is egy hírszerzési kudarcról van szó. Tehát volt előzetes figyelmeztetés, tudták pontosan, hogy az ISIS-K, a Khorasani ISIS megtámadja azokat, megtámad mindenkit, akik a talibokkal diplomáciai vagy üzleti kapcsolatokat alakítanak ki. Láttunk ilyen támadásokat pakisztáni célpontok, kínai célpontok ellen, láttunk ilyen támadásokat orosz érdekeltségek ellen is. Tehát volt egy hosszú távú hírszerzési előrejelzésevel kapcsolatban, és volt egy közvetlen amerikai figyelmeztetés is. Tehát ennek alapján teljesen másképp kellett volna cselekedni, teljesen másképp kellett volna fölkészülni. Ez volt a hírszerzési kudarc. És a műveleti kudarc pedig az, hogy először is nem sikerült vagy megakadályozni, vagy legalábbis csökkenteni a hatását ennek a támadásnak. És a másik nyilvánvaló kudarc, hogy nem sikerült egy műveleti gyűrűt vonni a létesítmény köré, elszigetelni ezt a létesítményt a külvilágtól, és lehetővé vált az elkövetők számára, hogy elmeneküljenek. Tehát ad abszurdum, tehát látjuk azt, hogy ezek az elkövetők nem voltak profi, nem voltak profi módon kiképezett terroristák. Hogyha valaki ugyanavval az autóval megy el, amivel érkezik, és ugyanavval az autóval akar elmenekülni, tudom én, átszelni fél Európát, egész az ukrán határig, tudom én, ugyanavval az autóval folytatja, ahelyett, hogy és nem tervezett egy autócserét útközben, akkor ezek nagyon, nagyon amatőr terroristák lehettek. Nyilvánvaló kellett legyen a számukra, hogy körülbelül egy fél órán belül már minden orosz rendőrről sem ismerni fogják ennek a fehér önonnak a leírását, meg a rendszámát, meg mindent. Tehát nagyon primitív hibákat követtek el, és ennek ellenére az orosz hatóságoknak nem sikerült megállítaniuk őket csak a helyszínen, hanem szükség volt arra, hogy a igen nagy távolságra a helyszíntől is különböző akciókat kezdeményeznek, hogy ezeket elfogják. Én úgy gondolom, hogy ez egy dupla kudarc volt, egyrészt hírszerzési, másrészt pedig műveleti kudarc. Köszönöm szépen, meg köszönjük szépen Robert C. Castellnek, aki mondta, hogy csak egy 5 percre tud a rendelkezésünkre állni, ehhez képest már jó pár perce itt beszélgetünk. Robert, nagyon szép estét neked, és köszönjük, hogy itt köszönöm voltál. Szépen. És akkor rögtön kapcsolnánk is tovább, és ha minden igaz, akkor telefonon van velünk Horváth József biztonságpolitikai szakértő. Szervusz, szeretettel köszöntelek, remélem, hogy hallasz engem és bennünket. Halló, halló. Horváth József. Halló, halló. Horváth József. Halló, halló, Horváth Józsefet várjuk. Én itt vagyok. Nagyon rosszul, nagyon-nagyon rosszul hallunk. Jelzem, én itt vagyok, nagyon kristálytisztán hallom.
Jelzem a kollégáknak akkor, hogy van egy kis technikai zavarunk. Akkor egy kis türelmet kérnénk, és jó, egy kis pici türelmet kérünk a kedves nézőktől, hallgatóktól, Horváth Józseftől is, mert nagyon-nagyon rossz hangminőségben jön át valamiért a hívás. De lehet, hogy akkor addig további szünetet kérnénk, és ha minden igaz, akkor Somkuti Bálint itt van velünk, és akkor megkérném a kollégákat, hogy Somkuti Bálintot kapcsoljuk akkor be, és akkor vele folytatjuk, addig pedig helyrehozzuk a telefonos kapcsolatot Horváth József biztonságpolitikai szakértővel. Bálint, szervusz, szeretettel köszöntelek, remélem, hogy hallasz engem is bennünket jól. Élesen és tisztánlak titeket, szervusz, üdvözlök mindenkit. Na végre egy jó hang, jó kapcsolat, köszönöm szépen. Nyilvánvalóan te is követted ezeket az eseményeket itt az elmúlt időszakban. Ugye a nagy kérdés, amit most kb. Mindenkit foglalkoztat, az az, hogy ki követhette el, és ennek, és ha megtudjuk, ha egyáltalán megtudjuk, annak milyen következményei lehetnek a háborúnak a menetére. Tehát a kicsit a végét elkaptanak, amit a Robi mondott, ez egy elég low budget, tehát alacsony költségvetésű terrortámadás volt. Az egyik jele ennek például az, hogy egy olyan Saiga TR-3-as karabét használtak, ami egy félautomata fegyver, és igaz ugyanúgy a Kalasnyikov Constant gyártja, és az alapja valóban a Kalasnyikov gépkarabé, de ez egy félautomata eszköz, ami nem egy katonai fegyver ebből, ennek köszönhetően. Ugye az egyik legtöbbet idézett, vagy mutatott kép, amikor a négy terrorista bemegy a koncertterembe, bevásárol a központ felül, azt mutatja, hogy valaki tüzet nyit egy kupacba összegyűlt emberekre, és közvetlen közelről félautomata módon sem találja el őket, majd valaki megveregeti a vállát, és mondja, hogy menjenek inkább tovább. Tehát mindenképpen úgy néz ki a történet, hogy olyan tadzsik származású munkanélküliek, vagy valamilyen illegális migránsok lehettek, akiket egy felkészült szervezet megtalált és felhasznált erre a célra. És nem tudom, elhangzott-e már, de Oroszországban nagyon komoly migráns probléma van, hasonló, mint Európában egyébként, ami megdöbbentő figyelembe véve az orosz hatóságoknak a nem igazán PC és nyugati emberi jogi konform hozzáállását. De tény az, hogy a volt szovjet takköztársaságokból egész egyszerűen óriási tömegben áramlanak be azok a képzetlen, állást kereső férfiak jellemzően, akik utána nagyon nehezen találnak maguknak munkát. Tehát az, hogy ez a bevallása szerint 500 000 rubelére elvállalta a munkát, aminek a felét kapta meg előlegként, majd valaki adott nekik fegyvert, elmondta, hogy mit kell csinálni, stb. Ez egy nagyon érdekes fejlemény. Tehát én úgy gondolom, hogy volt egy agy, aki ezt az egészet megszervezte, aki a fegyvereket biztosította, aki az információkat átadta, az ő személye vagy az ő személyük még nem ismert, az elkövetők az csak egy dolog. Ugye nem véletlenül mondta azt Vlagyimir Putyin egyébként, hogy a legközelebb, ha valami történik, akkor nem csak az öklöt, hanem az agyat is, vagy a kezet is meg fogják keresni, és meg fogják büntetni. Tehát egyébként, bocsánat, nem tudom, ha elhangzott, de most kaptam egy elég brutális videót, az egyik elfogott menekülő elkövetőnek levágják a fülei darabját, és letuszkolják a torkán az elfogását végző különleges műveleti katonák, tehát vagy belügyesek. Tehát itt nem, ma bocsánat a kifejezésért, tehát nem azzal a bizonyos, a gurigáznak emberek, tehát ennek a következménye, ha bebizonyosodik, hogy valamelyik külső állam köthető hozzá, az nagyon súlyos lesz. Szólnak arról hírek, hogy az egyik támadó, aki egyébként úgy néz ki, hogy a vezetőjük is volt, ő Törökországból érkezett, és előtte ISIS kiképzést kapott valahol a Közel-Keleten, de ez nem az ISIS-nek a támadása volt. Tehát ez az ISIS harcosok, az ISIS öngyilkos merénylői hasonló módon ölnek meg embereket terrorista támadásokban, de közben kiabálják, hogy Allahu Akbar, illetve öngyilkos, tehát konkrétan a halálig harcolnak. Tehát, hogy ki áll mögötte, ezt még nem tudni, és akkor lehet csak a következményekről beszélni, ha megtudjuk, hogy ki volt. Hasonló terrortámadások esetén, mint például a Beszlánba, ott évekig vadázták az elkövetőket, és végül az összeset likvidálták. Hogyha picit ránézünk erre a mostani helyzetre, Putyinnak a vádaskodására, akkor lehet azt mondani, hogy az orosz elnök alaptalanul és politikai okokból csinál ilyet, vagy nem csinál ilyet, vagy egyszerűen van valamilyen bizonyítéka, vagy bizonyítékuk, ami valóban arra enged következtetni, hogy az ukránoknak közük lehet ez. Kérdezem ezt azért, mert ugye nyilván egy bejelentést láttunk, és pont ugye a Politikon olvastam, talán már hallottad és idéztem, hogy nem mutattak még be az oroszok semmilyen bizonyítékot, hogy Ukrajnának köze lenne ehhez.
Én két közvetett bizonyítékról tudok. Az egyik az az, hogy az amerikai és a brit titkosszolgálat jelezte Ukrajnának azt több alkalommal a hírek szerint, hogy hagyjon föl az ilyen, nem is tudom milyen kifejezést használtak, szokatlan, vagy a határokon kívüli, vagy a szokásokon kívüli eszközök és módszerek használatával, hogy a hírek szerint a Kercsi hídrani támadást sem támogatták, sem az amerikaiak, sem a britek, mégis megtörtént. Ez is mutatja egyébként, hogy azok az információk, amely szerint Ukrajna egy nagyon rövid prórázon van, ez teljesen téves. Tehát az amerikaiak nem parancsnokként és gazdaként vannak ilyen Ukrajnában, hanem tanácsadóként, és az ukrán vezetés az, amelyik a harcoknak a menetét meghatározza. Nyilván van kommunikációs befolyás az eseményekre. A másik pedig az, hogy egyértelműen Ukrajna irányába haladtak. Tehát Moszkvából már majdnem jutottak az ukrán határig. Tehát ez a két jel, ami arra utalhat, így kívülről mindennemű belső információ hiányában is, hogy azért van ukrán szál, vagy lehet ukrán szál a történetben. Ugye nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ebből a sztoriból az lesz, amit az orosz vezetés akar. Tehát ők az ukránokat akarják felelőssé tenni, akkor az ukránok lesznek felelőssé téve ezért, függetlenül attól, hogy volt-e benne ukrán szál, vagy sem. Bálint, köszönöm szépen, remélem, hogy hallottál. Igen. Pici türelmet még kérnénk tőled, mert most megpróbálnánk Horváth Józsefet bekapcsolni, jobb ilyen telefonon kihangosítóval. Remélem, hogy hall engem, hall bennünket. Szeretettel köszöntünk, halló, hallasz jól bennünket? Szervusz, itt vagyok. No, a kérdésem az az lenne, hogy itt történt-e valamilyen hibázás, elsősorban biztonsági oldalról, elsősorban titkosszolgálati oldalról, és hogy szerinted mi az, ami várható itt a továbbiakban? Hát nézd, utólag már mindenki okos, és könnyű is okos dolgokat mondani. Itt most már szivárognak az információk arra tekintettel, hogy úgy tűnik, hogy például a beléptetéskor a koncert előtt a mágneskapuk nem voltak bekapcsolva, illetve a vészkijáratok közül néhány az le volt zárva. Tehát ebből a szempontból nyilvánvaló, hogy ez a rendezvény sem fog a tökéletesség mint a példánya lenni. De hát erre mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen esetekben, hogyha normális módon ment volna le a program, akkor senkinek nem szúrt volna szemet. Ugyanakkor az, hogy a titkosszolgálatok hibáztak, én azt gondolom, hogy nem, hiszen az, hogy egy olyan személyek, akik a hatóságnak a látókörébe még nem kerültek, velük kapcsolatosan információk még nem jöttek be, és egy 12 milliós nagyvárosban az elkövetők, ha megfelelő konspirációs szabályokat betartják, akkor el tudnak bújni, be tudnak feltűnés nélkül szivárogni a koncert helyszínének a közelébe. Ez mind utólagosan derül ki, de előzetesen, hogyha a konspirációs szabályokat tartják, akkor a titkosszolgálatoknak a rezgéseit vagy a pókhálóját nem rezdítik meg, akkor bizony egy ilyen támadást kvázi a szolgálatok szem előtt is végre tudnak hajtani. Idéztem már többször azt a megszólalást Putyinnak a részéről, hogy itt az ukránoknak köze lehet ez a dologhoz. Te hogyan látod, most megkérdeztem már három különböző embert ebben a kérdésben, és érdekelne a te véleményed, hogy te mennyire tartod elképzelhetőnek azt ennyire rövid időn belül, hogy információ és pontos információja van az orosz vezetésnek, vagy mennyire gondoljuk, vagy gondolhatjuk azt, hogy inkább ez egyfajta vádaskodás, és inkább egy elterelés a politikai szempontból? Én nem gondolnám, hogy elterelés lenne. Azt gondolom, hogy Putyin elnök és a kommunikációs csapata kapott most egy labdát, amit leütnek kőkeményen. Mert én azt látom, hogy valójában az orosz vezetésnek majdnem, hogy mindegy pillanatnyilag, hogy kikövette ezt a barbár cselekményt. Hogyha a fókuszt Ukrajna irányába tudják húzni, akkor egy olyan fajta kommunikációs helyzeti előnyt tud Oroszország mind bel, mind külpolitikailag maga mellé állítani, aminek a következményei akár a fronton zajló eseményeket is érdemben tudják befolyásolni. Tehát én azt gondolom, hogy miután reagáltak az orosz biztonsági erők és kormányzati szinten is a terrortámadásra, onnantól kezdve egyfajta kommunikációs paneleknek a felépítése is megkezdődött, és ennek vagyunk most a szemtanúi.
Te számítasz arra, hogy a háborúnak a menetére bármilyen befolyással lesz ez a mostani történés? Nyilván... Igen. Igen? Igen, alapvetően igen. Én azt gondolom egyrésztről, hogy az orosz kommunikáció alapvetően első körben a belpolitikai szintérnek szól. Már most ugye hallottuk azokat a feltételezéseket, vagy kiszivárogtatásokat, hogy Putyinék újabb 300 ezer embert kívánnak behívni a hadseregbe, hogy egy ellentámadásra kellő létszám tartalékokkal rendelkezzen az orosz hadsereg. Én egyáltalán nem zárom ki, hogy ezután, terrortámadás után, hogyha szerződéses katonai státuszt ajánlanak, meg önkéntes katonákat várnak a hadseregbe, ezután a támadás után, hogyha ezt az orosz médiában fölépítik, akkor az oroszoknak egy jelentős része meg fog mozdulni, és önként jelentkezik az orosz hadseregbe, ami már közvetlen hatással lesz a frontra. Másrésztről pedig az ukránok részre is van egyfajta kapkodás, ami az oroszok malmára hajtja a vizet, hiszen a katonai titkosszolgált szóvivője nagyon hirtelen, és azt kell mondjam, hogy butaságokat beszélt, amikor azt mondta, hogy ő soha nem hajtottak végre ilyen terrortámadásokat, hiszen ha csak Dugin lányának a felrobbantására gondolunk, orosz területen Moszkvában, vagy Szentpéterváron, vagy pedig azt gondolom, arra emlékszünk, hogy az elmúlt hónapok során több alkalommal is orosz katonákat orosz területen gyilkoltak meg, például futás közben egy parkban, és erről az ukrán titkosszolgált akkor büszkén magára is vállalta. Tehát lesz, én azt gondolom, hogy egy olyan fajta hátulütője ennek az ukránok felé, hogy az oroszok az eddigi stratégiájukat átírva most már akár háborúként is tekinthetnek az orosz-ukrán eddig által különleges műveletnek apostrofált katonai akciójára. Szerinted elképzelhető az, hogy rövid időn belül minden kétséget kizáróan megtudjuk azt, hogy mi történt, ki követte el, vagy ki követték el, vagy ez egy ilyen politikai kommunikációs, meg politikai fegyverré fog majd válni, és egymást fogják különböző felek különböző dolgokkal vádolni? Én azt gondolom, hogy az oroszok szempontjából most már másodlagos is, hogy ki követte ezt el. Sokkal fontosabb az, amivel kezdtem is, hogy egy képzeltbeli pókerpartinál most az utolsó körben Orrinre kaptak egy jó lapot. Tehát az, hogy az oroszok elfogták a 4 feltételezett terroristát és még 7 kapcsolatukat is sikerült bemérni és elfogni, ezzel egyrészt bizonyítják a hatékonyságukat, másrészt az orosz állampolgárokat is megnyugtatják. Innentől kezdve pedig már ez a történet a kommunikációs hadviselés szinten folyik tovább, ahol már a valóságnak vajmi kevés szerepe van, sokkal inkább annak, hogy milyen képet tudnak vetíteni az emberek elé. Horváth József, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és vissza is kapcsolok rögtön Somkuti Bálinthoz, akitől azt újra megkérdezném azt a kérdést, hogy lesz-e hatása, és milyen hatása, hogyha lesz, akkor milyen hatása lesz ennek az Ukrajnával folytatott háborúra, méghozzá azért, mert ugye itt Horváth József is megemlítette már, hogy szerinte ez nem marad a fronton sem következmények nélkül. Tehát ugye itt a kérdésnek a másik oldala is igaz, hogy mi fog történni az Egyesült Államok meg Európa részéről, hogyan fogják ezt a helyzetet lereagálni, hiszen most mondhatjuk, hogy ilyen esetben mindenki egy megtámadott, egy terroristák által megtámadott ország mellé áll, és mindenki elítéri a terrort. Igen, az a kedves vagy kellemes szerep hárórám, hogy tudok reagálni az előttem elmondottakra, hogy a tábornok úr által elmondottakat annyiban egésztem, hogy Vladlen Tatarskit és az ukrán titkosszolgált robbantotta föl nem is olyan régen. Úgyhogy gyakorlatilag amit érdemes ebből a történetből kihangsúlyozni, az az, hogy az ukrán fegyveres erők éppen jellemzően a közvetlenül a katonai főparancsnok alá irány utalt Kraken például rendszeresen támad orosz területeket, ahol orosz civilek halnak meg bizonyos, tehát rendszeresen gyakorlatilag, és nem kifejezetten Donetskről és azokról a területekről beszélünk, amit 10 éve lőnek az ukránok, hanem kifejezetten Belgorodról, Kurszkról és egyéb területekről. Tehát, hogyha az oroszok elkezdik azt a kampányt, hogy az ukránok terroristák, akkor nagyon sok olyan eszközük lesz, nagyon sok olyan
információjuk lesz, mert alá tudják támasztani ezt az érvelésüket. De még egy érdekes dolog, hogy egyébként a Talibán és a Hezbollah is elítélte a támadást, és az egész arab világban az az általános kép alakult ki, hogy ez nem az ISIS volt. Tehát innentől kezdve, hogyha az az irány megindul, és ha nem is lehet közvetlen bizonyítékokat találni, bár ugye a hírek szerint mind a négy elkövető ugyanaz az imámhoz járt, akinek hogyha föltérképezik a kapcsolati hálóját, és megtalálnak benne egy olyan szálat, ami bármilyen szempontból nyugatra vezet, és ez a nyugat, ez bármilyen irányt jelentett, nem feltétlenül Ukrajnát, akkor onnantól kezdve nagyon komoly következmények lehetnek. Hogy ez katonailag hogy fog megjelenni, arra egyre nehéz válaszolni. Én az orosz, jelenlegi orosz lépéseket látva azt tudom elképzelni, hogy eddig nagyon takarékosan támadták az ukrán közigazgatást, tehát az ukrán katonai titkosszolgálatnak, az ukrán titkosszolgálatnak az épületeit érte ugyan rakétatámadás vagy célzott támadás, de eddig az ukrán politikai vezetésnek a tagjait nem igyekeztek likvidálni. Ugye egy háborúban, akármennyire is szomorú lesz, ez egy érvényes célpont. A Yamamoto admirális, amikor megtudták, az amerikai kódtörők feltörték a japán kódot, és megtudták, hogy egy előre tolt bázis látogat meg, előtte egy erkölcsi vitát is lefolytattak egyébként a hírek szerint lelkészeknek a részvételével, arról, hogy egy főparancsnok elleni célzott támadás, manapság úgy mondanák, hogy célzott likvidálás, az mennyire erkölcsileg, mennyire fér bele a háborús etoszba. És az a döntés született, hogy belefér. Tehát, hogy egy háborúban a minél gyorsabb befejezése a fegyveres küzdelemnek a cél, és ennek érdekében bármilyen lépést meg lehet tenni. Na most Kijevben a kormányzati épületek azok sűrűn lakott területeken helyezkednek el, tehát eddig ezeket nem nagyon érte támadás, nyilván a civil lakosságot is kímélve. Innentől kezdve, hogyha találnak és alá tudják támasztani megfelelően azokat az érveket, hogy az ukrán politikai vezetés vett ebben részt, innentől kezdve ezeket a területeket célzott és nagy erő támadásra fogják érni. Az eddig megkímélni igyekezett, bár nem mindig sikerült ez a folyamat egyébként, de eddig megkímélni igyekezett polgári lakosság veszteségének a figyelembevétele nélkül. Több olyan kárpátai ismerősömmel beszéltem, akik utána a saját Ukrajnán belüli ismerőseiknek és a baráti körüknek a véleményt idézték, akik azt mondták, hogy ennek a támadásnak az árát mi a civil lakosság fogjuk megfizetni. Sonkuti Bálintól még egy kis türelmet szeretnék kérni, ugyanis itt van már velünk Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő. Szervusz, szeretettel köszöntünk a műsorban, remélem, hogy jól hallasz bennünket. Igen, nagyon szépen köszönöm, szervusz, jó estét kívánok. A Magyar Nemzetnek adtál egy interjút, amiben arról beszéltél, hogy a terrortámadás után a világ Oroszország oldalánál. Azért ezt nehéz elképzelni, meg nehéz volt elképzelni itt az elmúlt évek kapcsán, hiszen azért Oroszország mégiscsak egy agresszorként lépett föl Európában, Ukrajnával szemben, és hát nagyon sok problémát, szenvedést okozott és okoz jelen helyzetben is Európának, benne Magyarországnak, meg hát mondhatjuk azt, hogy a nyugati világnak is. Nyilván most ne nyissuk ki azt a kérdést, hogy honnan indult ez a háború. Számítasz arra, hogy ez a mostani helyzet, az Oroszország melletti szolidaritás, amit most már több ország is kinyilvánított, megfordíthatja a nyugati világnak a hozzáállását Oroszországhoz, és mondjuk tárgyalóasztalhoz ültetheti az Egyesült Államokat, Európát, illetve Oroszországot? A válasz az, hogy ez egy nagyon jó kérdés, de néhány dolgot látni kell. Megnéztem a nyugati részvétáviratokat, az orosz népnek szólnak, a halottak rokonainak szólnak, és a többi. Tehát rendkívül kevés az, amelyik az orosz kormánynak szól. Néhány vezető, így az amerikai elnök Biden nem volt hajlandó még arra se, hogy fölhívja az orosz vezetést. Tehát a válasz az, hogyha Oroszország bizonyítani tudja, hogy ebben a merényletben Ukrajna részt vett, nyilvánvalóan ez lesz az orosz cél. Putyinék eddig egy szóval sem ítélték el az iszlám államot. Tehát ha bizonyítani lehet a világ számára, hogy Ukrajna ebbe bármilyen mértékben részt vett, akkor Ukrajna pozíciói rendkívüli mértékben fognak romlani, sokkal nehezebben fog külföldi támogatást kapni, és Zelenszkij utolsó követelése, hogy F-16-osokat követelt, drónokat, lőszert, sokkal kevésbé kerül meghallgatásra, mint eddig. Ha ránézünk el a mostani helyzetre, akkor azért azt is lehet látni, hogy az oroszokat is egy kőkemény csapás érte, és egy váratlan csapás érte, mert azért eddig úgy tűnt, vagy sokáig inkább azt mondom, hogy úgy tűnt, hogy Oroszország sértetetlennek látta magát, és úgy gondolta, hogy a háború, amit Ukrajnában vív, semmilyen hatással nem lehet, és nem is lesz rá. Ez a sértetetlenségi benyomás, ez hamar szerte foszlott, méghozzá annak köszönhetően, az ukránok ugye elkezdtek Oroszországban egész mélységi támadásokat végrehajtani. De erre a támadásra talán nem számítottak, vagy szerinted számítottak, vagy számíthattak arra, hogy egy komoly terrormelénylet következik be?
A válasz az, hogy ilyen volt 20 évvel ezelőtt Beszlánban, ilyen volt Szentpétervárot. Nyilvánvalóan mindig erre föl kell készülni, mindig a legrosszabb esetre föl készülni. A másik az, hogy az ukránok át tudtak lőni, de csak nyugati technikával. Nem véletlen az, hogy jelenleg a legkomolyabb vita az, hogy Németország átadja Taurus rakétákat, amelyekkel mélységi csapást lehetne Oroszországra mérni. A német kancellár ettől elhatárolódott, de a kormány lévő három párból kettő, a zöldek és a liberálisok azt akarják, hogy kerüljenek ezek a rakéták átadásra. Nyilván az orosz titkosszolgálatnál lehet, hogy fejek hullanak, hogy 9-11 után az Egyesült Államokba. Az USA figyelmeztette március elején Oroszországot, de azt mondta, hogy az eljövendő 48 órában lesz csapás. Most az amerikai figyelmeztetésen durván két héttel vagyunk túl. Tehát nyilván rengeteg információ bejött, lehetetlen megmondani, mi az, amit komolyan vettek, és mi az, amit nem. De tény az, hogy a csapás bekövetkezett, tény az, hogy Oroszország erre nem készült. Azt számomra egy rendkívül fura dolog, hogy egy ilyen partin, ahol sok ezer fiatal vett részt, hogy nem voltak biztonságiak, hogy nem tudták ezeket az embereket elkapni, lelőni, semlegesíteni. De már látom, hogy hogyan hallgatják ki az egyik elfogottat, kőkeményen, tehát mindent ki fognak verni belőlük. Mondhatjuk azt, hogy az oroszok most vért kívánnak, és valamilyen bosszút valakin, de rövid időn belül állni fognak? A válasz az egyértelműen igen. El kell dönteni, hogy ki az, akik bosszút akarnak állni. Ha ez iszlám állam, akkor sokkal keményebb föl fognak lépni az iszlám állam ellen Szíriába. Nyilvánvalóan beavatkoznak az iraki eseményekbe. Afganisztánban nem bocsátják meg az oroszoknak a részvételt, ahogy az amerikaiaknak sem. Ha ukránokat teszik felelőssé, akkor a frontokon teljesen új dolgok fognak történni. Mondhatjuk azt, hogy az Egyesült Államokat nem okolják, vagy nem okolhatják, hiszen a hírek arról szóltak, hogy az Egyesült Államok jelezte előre, hogy itt valamilyen terrortámadás következik be. Ez azt jelenti, hogy akkor a terror tekintetében az Egyesült Államok még Oroszországgal is egy oldalonál is ilyen esetekben kommunikálnak, vagy más esetekben is kommunikálnak? A válasz az, hogy igen, ha megnézem, hogy most lőtek föl egy rakétát a világűrbe, ahol orosz, bielorusz, amerikai személyzet van, akkor azt kell mondani, a hidegháború utáni békehangulatból legalább egy csipetnyi megmaradt néhány területen, ebből az egyik az űrkutatás, a másik pedig a terror elhárítása. Európára hatását te hogyan látod? Lesz hatása, lehet hatása? Most itt elsősorban az Európai Unióra gondolok. Azt látom, hogy a lengyelek kőkeményen azt mondják, hogy vigyázni kell az oroszokkal, mert provokáció. A legtöbb európai vezető részét táviratot küldött. Nyilvánvalóan, ha a háború kiszélesedik Oroszország és Ukrajna közt, ennek rendkívül komoly hatása lesz Európára, főleg azok után, hogy a francia vezetés Macronnal az élen meglepettette, hogy francia szárazföldi csapatokat kellene oda küldeni, amire az orosz parlament alelnöke a Tolsztoj azonnal reagált, és darabszámra felsorolta, hogy a jelenleg ott lévő francia katonák közül már 40% meghalt, 367 francia harcolt Ukrajnával, és eddig 147 halottak száma. Ez a támadás az Oroszországnak szólt, de kell-e félnünk Európában? Európában történhet-e támadás, vagy pedig nem ennyire összehangoltak ezek a terrorcselekmények? A válasz az, hogy bármikor, bárhol lehet terrortámadás. A kérdés csupán az, hogy mekkora a valószínűség. Én sok százszor idéztem a német biztonságpolitika egyik leghíresebb alakját, Egon Bárt, aki azt mondta, hogy a biztonság csak a múltban abszolút, jelenben relatív, és a jövőben kiszámíthatatlan. Ha megnézem, hogy hány terrorcsapás érte Nagy-Britániát, Franciaországot, Törökországot, és lehet sorolni, akkor azt kell mondani, a mai világban abszolút biztonság nem létezik. Nógrádi György, sajnos ez egy jó lezáró, jó összegző. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál. További szép estét kívánunk, elköszönünk. Köszönöm szépen, szervusztok, viszontlátásra. És akkor folytatjuk a beszélgetést Somkuti Bálinttal, akinek köszönjük a türelmét, és köszönjük, hogy ilyen hosszan itt van velünk, és a technikai hibákat segít nekünk kijavítani. Bálint, elkezdtem már beszélgetni itt Nógrádi Györgyel arról, hogy az ukrajnai frontra, meg az Ukrajnára hogyan hathat. Igen. Az érdekel, hogy Ukrajnának a támogatására hogyan hathat ez, hiszen ugye már érintettük itt az este során többször, hogy nyilván nincs még bizonyíték. De hogyha az oroszok valamivel előállnak, akkor azt bárki el fogja hinni, még hogyha valós bizonyítékkal is, vagy teljesen, de ha az oroszok valós vagy valótlan bizonyítékkal állnak elő, úgyis az lesz, hogy az oroszok mondják, tehát biztos, hogy nincsen igazuk.
Ez egy rendkívül jó kérdés. Nagyon érdekes információt kaptam nemrég egy oroszul jól tudó ismerősömtől, aki folyamatosan nézi a Telegram csatornákat. Ő azt mondta, hogy nem véletlenül hagyták olyan messzire eljutni az elkövetőket, különösen azután, hogy viszonylag hamar már a látókörébe került a hatóságoknak ez a fehér Renault Thalia. Ja, nagyon érdekes, hogy van egy videó, amin látszik, hogy egy fedélzeti kamerának a felvétele, ugye nagyon sok olyan videót lehet látni orosz utakról, ahol szinte az összes autó fel van szerelve ezzel, hogy a későbbi biztosítós problémákat meg tudják előzni, vagy meg tudják oldani ezekkel a felvételekkel, és azon látszik, hogy két autóból szállnak ki, egy világosabb színű, nagyobb Renault Fluence-ból, és ebből a táliából szállnak ki a támadók, majd utána elkezdek lövöldözni, tehát valószínűleg a fehér táliába szálltak vissza, és indultak el. Na most innentől kezdve nagyon érdekes a kérdés, ugyanis az információ szerint most vagy igaz, vagy nem, de ha logikusan következtetünk abból, hogy tényleg tudták, hogy melyik autót keresik, akkor már tudták követni azokat, hogy kiket hívnak föl, és kikkel kommunikálnak menekülésük közben. És valószínűleg erre utalhat Vlagyimir Putyinnak az a kijelentése, hogy egy ablakot nyitottak Ukrajna felé. Tehát ha ezek a hírek igazak, akkor ezeket az információkat át tudják adni a nyugati sajtónak, a nyugati államoknak, a nyugati titkosszolgálatoknak, ezeket pedig nagyon nehéz lesz cáfolni. Tehát onnantól kezdve, hogy ezek a számok, ezek az információk megvannak, tegyük hozzá, hogy ha így van, tehát nagyon fontos, hogy nem tudunk még semmit, de ha így van, akkor utána ez egy nagyon erős érv az oroszok része, az orosz vezetés számára, amellett, hogy Ukrajna nem játszik tisztességesen, és semmilyen szempontból nem lehet egy hagyományos, normális államnak tekinteni. Na most onnantól kezdve, hogyha ez az információ az amúgy is fáradó nyugati, illetve amerikai közösségben átmegy, és mondjuk így a sajtó ezt megerősíti, vagy legalábbis nem tagadja vehemensen, akkor gyakorlatilag óriási nyomás lehet a politikusokon, hogy szüntessék meg Ukrajna támogatását, amely nagyon gyorsan, nagyon rövid idő alatt a háborúnak a végkifejletéhez vezethet. Tekintsünk most el attól, hogy Ukrajna vagy nem Ukrajna. Van-e közük, vagy nincs közük ehhez a kérdéshez? Azzal, hogy Oroszországot érte egy támadás, és a világ közvéleménye láthatóan reagált, és hát nyilván hiába agresszor államról van szó, akkor is Oroszország mellé állt, mert hogy most őket érte egy terror, egy alaptalan támadás. De most ugye ebben a helyzetben lehet azt mondani, hogy itt a kommunikációt felerősíti, vagy felerősítheti a különböző hatalmak, akár nagyhatalmak között, hogy küldenek egy részvédtáviratot, sajnáljuk, együtt érzünk, és akkor utóirat tárgyaljunk már arról, hogy hogyan lehetne ezt a háborút lezárni Ukrajnából, vagy ez egy ilyen wishful thinking? Nem, ez maximálisan így, ez egy valószínű gondolat, és egy valószínű forgatókönyv, már csak azért is, mert a francia lakosságban, de akár az egész európai lakosságról beszélhetünk, van egy nagyon jelentős réteg, aki elégedetlen jelenlegi elittel. És az ő számukra nem is kell igazából semmit mondani, mindenki arra gondolt, és ugye említettem már a kárpátaljai ismerőséget, akik azt mondták, hogy ez rajtuk fogják leverni az oroszok, tehát ugyanúgy az első gondolata a legtöbb embernek az volt, hogy ha ezek nem kiabálják között, vagy Allahu Akbar, akkor biztos, hogy az ukránok voltak. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag az egésznek a hangszerelése, az egésznek a magyarázata, az egésznek a kifutatása arra, hogy pontosan mi történt, ez egyértelműen az orosz vezetésnek a kezében van, akik pedig tetszésük szerint fogják felhasználni, és jó esélye erre a kérdésre fogják az egészet fókuszálni. Tehát az európai és a nyugati közvélemény számára tudnak és fognak is tudni egy olyan narratívát előállítani, ami az ő érvelésüket támasztja alá. De nyilván még szerintem ennek a tervnek a kidolgozása folyamatban van, de az a helyzet, hogy elfogták a négy elkövetőt, az egy nagyon komoly, mondjuk így hátteret fog adni annak a változatnak, amit végül vinyilvásokra is fognak hozni. Valószínűleg előbb-utóbb kiverik, vagy egyéb eszközökkel kiszedik belőlük, hogy mi történhetett. Ugye most mindenkit Ukrajna... Parancsolj! Van az elfogásról egy videó, ami túl brutális ahhoz, hogy bárki bemutassa. Ezen az egyik elfogott elkövetőnek levágják a fülét, és a szájába tuszkolják. Tehát innentől kezdve a többit el lehet képzelni. Akkor minden eszközzel megpróbálnak információt szerezni. Túl azon, hogy ugye, nyilván a mai beszélgetésünk, mai adásunknak a fő témáját, vagy az apropóját az adta, hogy Vlagyimir Putyin megszólalt, és hát nem csupán azt mondta el, hogy egy sajnálatos eset történt, és mindent megtesznek, hogy ne történjen meg még egyszer, hanem konkrétan Ukrajnára terelte
a gyanút, és azért ez egy háborús eszkalációs spirált indíthat be, de most ugye nézzük azt az oldalt, hogy az ukránok azt mondják, hogy ők, nekik semmi közük nincs ehhez. És ezzel szemben van az iszlám állam, amelyik azt mondta, hogy ők voltak, és ők követték el. A kérdésem az az lenne, hogy létezik-e még egyáltalán az iszlám állam, mert azért az elmúlt években, hogyha a sajtót követtük, úgy tűnt, mintha megszűnt volna. Nyilván túlzás ezt gondolni, de hogy azért a sajtónak a mozgása meg az iránya, azt sokszor látjuk és látható és érzékelhető is. Úgyhogy együgyű vagy, hogy is mondjam, meglehetősen kevés dologra tud egyszerre figyelni, főleg a nyugati sajtó. Ugyanúgy, hogy az iszlám állam létezik, ugyanúgy az Al-Qaida is létezik, és ugyanúgy, hogy létezik az ír köztársasági hadsereg is. Csak legfeljebb alszik, vagy nem használják ezt a márkanevet. Ugyanis egyre többször látjuk azt, hogy ezek a nevek, ezek a fogalmak, ezek ilyen mondjuk így közkincsé váltak, és bárki számára felhasználhatóak, aki ezeket a elég súlyos és negatív tartalommal rendelkező márkaneveket használni akarja. Tehát nem véletlenül, hogy a Talibán is és a Hezbollah is gyorsan elhatárolódott a támadástól. Tehát egész egyszerűen az iszlám államot túlnyomor is sikerült megsemmisíteni, a támogatói bázisát, a területi ellenőrzését sikerült felszámolni, de ettől maga az eszme az még létezik. Ugye amikor megjelent az első felhívás, vagy az első kinyilatkoztatás, hogy ők ezt az iszlám állam nevében követték ezt a támadást, akkor azonnal megjelentek a olyan korokon azok a kritikák, hogy azt a formátumot használták, azt a fajta layoutot használták, amit az iszlám állam már évek óta nem használ, és az iszlám államnak a mai napig létező hivatalos Telegram csatornája nem erősítette meg. Úgyhogy megint próbálkoznak egyesek, hogy általában most az iszlám államnak a hivatalos Telegram csatorna is arról számolt be, hogy ők követték el ezt a támadást, de ezzel kapcsolatban számos kétségem van, hiszen az iszlám állam általában öngyilkos menetrendeket szokott elkövetni, és a felvételeken, amiket gyakran saját maguk készítenek hangsúlyozottan is, állandóan hallatszik az Allahu Akbar kiabálás, amiről most szó se volt. Érdekes lesz akkor ezeket a felvételeket követni, meg elemezgetni itt az elkövetkezendő percekben, meg órákban, meg napokban, nyilván más dolgokkal nem is nagyon fogunk szerintem foglalkozni. Lenne viszont egy lehet, hogy nagy, és lehet, hogy nagy ugrással egy utolsó témám, egy utolsó kérdésem hozzád. A műsorunk, vagy műsoridőnkhez végéhez közeledve, vagy erre szánt időhöz végéhez közeledve, ez pedig az, hogy te számítasz-e változásra az európai kommunikáció tekintetében. Gondolok itt elsősorban arra, amit az elmúlt napokban hallhattunk Emmanuel Macrontól, hogy már-már csapatokat toboroznak, vagy toboroznának. Ugye a védelmi miniszter be is jelentette, hogy 20 000 katonájuk készen áll arra, hogy elinduljon bármikor Oroszország ellen Ukrajnába, és hogy ők felvegyék a harcot, és megvédjék Európát. Ez a terrortámadás, ez hozhat szerinted változást az európai kommunikációban? Azért nehéz erre válaszolni, mert pontosan ezután, vagy ezelőtt a kijelentés előtt néhány nappal, jól emlékszem, kettővel vagy három nappal mondta azt egy francia tábornok, hogy Franciaország 2027-re szeretné azt elérni, hogy 25 000 főt tudjon bevetni ilyen típusú expedíciós műveletekben. Tehát az Európai Uniós vagy az európai kommunikáció mondjuk az alapvető szabályokat nem tartja be, hogy egy dologra egyformát, vagy egy félit mondjon. Úgyhogy ezeket a kijelentéseket igen komoly fenntartásokkal kezelem. Visszatérve az európai kommunikációra, abban az esetben hozhat jelentős változást, hogyha az oroszoknak sikerül meggyőzőre bizonyítékot felmutatniuk arra, hogy a ukránok voltak akár a szervezésben, akár a logisztikai ellátásban, akár alkalomattán az ötletgazdái ennek a támadásnak. Ebben az esetben nagyon-nagyon komoly változás lehet, hiszen egy terrorizmus támogató országot senki nem ölel szívesen a kebelére, hiszen onnantól kezdve, hogy ezt a fajta tabu vonalat átlépni, onnantól kezdve abszolút persona non grata és nem szívesen látott ember lesz a civilizált államok közösségében. Tehát itt is azt kell, hogy mondjam, sajnos egyre több alkalommal az egész háborúval kapcsolatban, hogy egy pár napot várni kell, hogy a hatást meglássuk, vagy megláthassuk inkább, de ha ez valamilyen szinten bizonyító erejű lehet, akkor a nyugati államok nem tehetik meg, és nyilván az oroszok nem lesznek restek nyilvánosságra hozni ezeket az információkat, nem tehetik meg, hogy nem változtatnak a hozzáállásukon. Ha azt mondják, hogy nem meggyőző az információ, és nem sikerül az oroszoknak ilyet produkálniuk, akár mesterségesen, akár tényleges adatokat bemutatva, abban az esetben nem hiszem, hogy változás lenne. Ez egyfajta gesztus az áldozatok, az elesettek számára, és onnantól kezdve minden megy tovább, mint korábban, úgy szokták mondani, hogy business as usual. Bálint valahogy úgy fogalmazta, hogy pár napot várni kell, akkor pár napot most várni fogunk, és követjük a híreket, és hát nyilván követni fogjuk a híreket a további podcast adásainkban. Lesz a héten is Mandiner stratéga.
lesz világrend, lesz majd harctér is, és lesz reakció is. Érdemes lesz követni bennünket. Sonkuti Bálint, köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen, hogy az este során a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. És köszönjük szépen a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket. Ez volt a Mandiner Stratéga különkiadása. Bendarzsevszky Antonnal, Robert C. Kastellel, Horváth Józseftel, Nógrádi Gyögyen és Somkuti Bálinttal, akiknek köszönöm szépen utólag is és ezúton is, hogy itt voltak, és köszönöm szépen a kedves nézőknek, hogy követtek bennünket. Ne feledjék, leghamarabb, vagy talán legkésőbb, ezt majd meglátjuk, kedden jövünk majd a Mandiner Stratégával, akkor is fogjuk ezeket a kérdéseket érinteni, úgyhogy érdemes lesz továbbra is velünk tartani, továbbra is figyelni bennünket. Köszönöm, hogy az elmúlt egy órában követtek, hallgattak bennünket. Tegyék ezt így továbbra is. További szép estét kívánok. Elköszön a házigazda Póca István. Viszont látásra, viszont hallásra.